Harmadik NB2-es szezonjára készül a nyíregyházi kosárlabda csapat, amelyet továbbra is Kovács Tibor irányít. Az együttes augusztus közepén kezdte el a felkészülést a Bánki torna csarnokában. A játékos keretben voltak változások, néhányan távoztak, helyükre fiatalok érkeztek. A legnagyobb erősítés azonban a profi pályafutását befejező Brane Savic, aki nem csak a pályán, hanem azon kívül is segíti majd a csapatot. Egyrészt nagyon örülünk annak, hogy egy-egy játékosunk felvételt nyert az egyetemre. Itt azért 2-3 olyan játékos, aki tavaly jelentős szerepet játszott, szinte mindegyik kezdő játékos volt, illetve sok játékidőt töltött a pályán. Tisza Bálint, Balog András, illetve Csempész Balást emelhetném ki. Rájuk jelenállás szerint ebben a bajnokságban már nem számíthatunk. Ezúttal is köszönjük mindegyiküknek az eddig nyújtott segítségüket, jó munkájukat, és további sok sikert kívánunk a sportpályán, illetve a civil életben nekik. Van néhány új játékosunk, fiatal játékos. Egyrészt a tavalyi keretünkből azok a játékosok, akik kevesebb játék lehetőséghez jutottak, hozzánk kerültek, és most már úgy tűnik, hogy több játék lehetőségben, több játékpercben tudnak bizonyítani majd, illetve tanulmányi dolgok, munkai elfoglaltságok miatt hozzánk került Groska Ádám, Csirpák Patrik, hagyj ne hagyja ki az új játékosok közül senkit, és talán nem utolsó sorban, ami a szakmai munkában is meglátszik, azért Brane Savic, aki játékosként is, illetve szakmai munkában is nagyon jelentős szerepet nyújt. A Sunshine Nyicsi a legutóbbi szezonban a harmadik helyet szerezte meg. Ezúttal a legjobb négy közé kerülés a cél, de az edző nem bánná, ha sikerülne előrébb lépniük a tavalyi bronzéremhez képest. Mindig úgy szoktuk kezdeni, hogy saját csapatunk után várjuk meg az ellenfelek, hogyan állnak fel, milyen játékerőt fognak képviselni. Jelen információk szerint azért az idén is lesz 6-7 jelentős, NB2-es szinten jelentős játékerőt képviselő csapat. Ha összességében tekinthetem, talán nem erősödtünk annyit, mint amennyit veszítettünk a tavalyi évhez viszonyítva, de szeretnénk, én azt gondolom, az első négy az egy reális cél legyen. Titokban és kimondva, kimondatlanul is többünkben megfogalmazott szeretnénk előre lépni. A bajnokság a jövő hétvégén rajtol, a Sunshine Nyicse pedig október 4-én lép majd pályára, akkor a BKG Prima SE második csapatát fogadják Savicsék a Bánki csarnokában.